Az elmúlt hetek zűrzavara után újra örömittasan zúgott a Szabókati sportcsarnok, miután a sepsiszentgyörgyi zöldfehérmezes lányok 24 pontos különbséggel fülényes győzelmet arattak az Alexandria felett a Román Kupa első fordulójának első mérkőzésén. Csapatunk új edzője Veres Attila, Vas, Rasmussen, Oliveira, Matovics és Diakono ötössel kezdte a találkozót, és a szentgyörgyi úthenger megállíthatatlanak bizonyult. A második negyedben már több játékos is megfordult a pályán, ami kissé felborította a házigazdák menetelését, s csupán egy pontos különbséggel nyertük meg a játékrészt. A nagy szünet után Veres a kezdőtőssel folytatta tovább a harcot, ami azt eredményezte, hogy újból simán hoztunk egy negyedet. Az utolsó játékrészt már tetemes előnnyel kezdte a Sepsi BC, így kissé lazítottak lányaink, s ezt használták ki a vendégek, akik így győzedelmeskedhettek az utolsó 10 percben. A védekezésben szenzációsan teljesített Rasmussen, támadásban Matovics remekelt, a brazil centerünk első szentgyörgyi meccse felemásra sikeredett, mivel egyaránt voltak jó és rossz megmozdulásai. Tehát van, amit még dolgozni, és bízunk abban, hogy tényleg többet is kell hozni majd belőle. Veszkántól és Nagytól egyelőre keveset várhattunk el, hiszen nem sokat játszottak. Az ellenfél legjobbja rossz volt. A találkozó végeredménye Sepsi BC 77, Alexandria 53. A visszavágóra szombaton kerül sor Alexandriában. Elsősorban örülök, hogy nyertünk. Gratulálok a lányoknak a küzdőképességére és a játékért, amit csináltak a mai nap folyamán. Teljesen az ő nekik a munkájuk, és minden, gratulálok még egyszer a lányoknak. Sajnos nem vagyok az egész mindennel teljesen megelégedve. Egyenlőre természetesen elég rövid idő volt a felkészülésre, egy hét, másfél hét. De hát még kell sokat dolgozni ahhoz, hogy a kép osszájában rendesen.